A fázósaknak nincsenek jó híreim, ugyanis lesz ennél még hidegebb is a következő napok során. Jó reggelt kívánok az M1 nézőinek, Molnár Csilla vagyok. A tél szerelmesei azonban örülhetnek, hiszen a havazásból is érkezik az utánpótlás, így tehát lehet nekünk gyönyörű téli fotókat készíteni. Rabanek Piroska Zebekényből küldte ezt a gyönyörű képet, nagyon szépen köszönjük neki. További érdekes időjárással kapcsolatos felvételeiket várjuk a meteorfotókukac@mtva.hu e-mail címre. A frontérzékenyek gyenge melegfronti hatást érezhetnek, és ez a front teszi labilissá a légkört, valamint változékonyá az időjárásunkat. Kárpát-medence szerte azért nem kell csapadékra készülni, látható, hogy inkább a nyugati területeken tevékenykedik majd egy csapadékrendszer. Másút viszont több-kevesebb napsütésre is készülhetünk, hiszen hazánk legnagyobb részén csökken, szakadozik a felhőzet, ahogy haladunk előre az időben. Nyugaton marad csak a felhős és borongós idő, ez az oka annak, hogy ott havazás is kialakul a nyugati határ mentén, illetve az északnyugati tájakon számíthatunk erre. Másút napsütéssel töltődhetünk, viszont keleten, északkeleten ismételten megerősödik az északi, északkeleti szél, így itt hófúvás is kialakulhat, valamint ez a szél továbbra is rontja a hőérzetünket. Keleten pedig egyébként is 0 fok alatt alakulnak, még a csúcsértékek is. Csíkszeredában például előreláthatólag csak -6 fokig melegszik a levegő. De a legnyugatibb pontokon, ahol a legmagasabb lesz a hőmérséklet, ott sem lesz melegebb 4-5 foknál. Hétfőn azonban egy kicsit talán kárpótol bennünket a napsütés, igazából felhő is alig lesz felettünk. A felhőtlen ég miatt az éjszakák során azonban nagyon-nagyon lecsökken a hőmérséklet, a -20 fokot is megközelítjük ezúttal. És így napközben sem lesz túlzottan meleg, hiába a napsütés. Szerdától viszont változik a szél iránya, délnyugatira fordul. A délnyugati szél pedig a melegebb léghullámokat szállítja hozzánk. Így az éjszakák határozottan és észrevehetően enyhébbek lesznek majd, és azért napközben is mindenütt 0 fok felett alakulnak majd a csúcsértékek, bár túlzottan melegünk így sem lesz. Több-kevesebb napsütésre szinte végig számíthatunk, de 2-től egyre több felhő gyülekszik majd fölénk, így változóan felhős lesz az égbolt felettünk, és némi csapadék is előfordul majd. Eleinte havazásra készülhetünk, majd a hét második felében inkább vegyes halmazállapotú csapadékra, havas esőre, bár a melegebb pontokon még eső sem kizárt, úgyhogy esernyő nélkül ne nagyon induljanak útnak, és akik közlekednek, azért legyenek nagyon óvatosak. A Föld legmélyebb természetes pontja a Csendes-óceán délnyugati medencéjében fekvő Mariana-árokban található. Ez a Challenger mélység, ahol az óceán 11.034 méter mély. 1960-ban ezen a napon hódította meg Jacques Piccard, francia tudós. Ugyan a búvárgömb már ismert volt, de a szerkezet a nyomásálló gömb egy acélsodronyra volt függesztve, nem volt képes a mélybe merülni. Picardék ezért egy olyan tenger alatt járót, úgynevezett batiszkáfot terveztek, amely a felszíntől függetlenül tudott manőverezni. A sorsdöntő merülést a Trieste 2-nek nevezett járművel hajtották végre, amelynek legnagyobb egysége a ballaszttartály volt. A tartály aljára rögzítettek egy falvastagságú acélgömböt, ebben ültek a kutatók. A mélység titka láthatóvá vált számukra, hiszen egy nyomásálló plexiből ablak is készült a szerkezetre, kívül pedig fényszórók is helyet kaptak. Ezzel az értekességgel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!